Petra villám gyorsan nyert, és nem is akármilyen vége lett. Igen, igen, ma nyertem szerencsére. Sajnos az első kettő forduló nem úgy sikerült, ahogy elterveztem, de szerintem normális jó partikat játszottam a Szocskó Monika ellen is, meg a Karin ellen is tegnap. Szerintem logikus játszma is volt mindkettő, de sajnos a vége nem úgy alakult, mert a Monika ellen elnéztem az időzavarban egy taktikai lépést, ami után sajnos nem tudtam megmenteni a játszmát. A Karin ellen meg egy rosszabb végjátékot nem tudtam kitartani, de ma szerencsére össze tudtam szedni magamat. És a nyitás választás is jó volt, hogy az F4-es Auser mellett döntöttem fehérrel, mellett az F3-ra szoktam játszani. Ez eléggé dinamikus játszma volt, és utána szerintem végig kezdeményeztem a partiban. Aztán gyalogforum is lett, ő vissza akarta nyerni, ellenkező színű futók voltak, és ez a G4-G5 szerintem ez elég szép volt. Ezt nem látta, aztán a végén meg ezt már éreztem, hogy több út is nyer, de ez nagyon megtetszett ez a bársa G1-sok, és utána ez a vezér H7, ez a vezér áldozat, de mondjuk nem volt olyan nehéz, mert otthon a kistestvéremmel, amikor sakkozok, két lépéses mostokat nagyon sokat nézünk, és akkor pont beugrott az, hogy hú, bársa G8 mat, és akkor vezér H7 után nincsen védelem ez ellen, és tényleg ennek nagyon örültem, hogy ilyen vége lett a partinak. Szívvel gratulálunk, és köszönjük szépen!